Jó estét mindenkinek, köszönöm, hogy ilyen szépen összegyűltünk ma este. Külön köszönöm házigazdáinknak az első alkalom lehetőséget. És szeretném, hogyha egy rövid meditációval kezdenénk a ma esti együttlétünket. Ez pedig semmi más nem szolgál, mint hogy 100%-ig megérkezz ide. És ez a megérkezés, ez az, amiről szó lesz. Hová indulunk, hová érkezünk, és mi mindennel találkozunk az utunkon. Meditációs technikaként csak annyit kérek, hogy ülj egyenesen, tartsd nyitva a szemed, és lazítsd el magad előtt a térben. Ha kell, becsukhatod, de jobb, hogyha nyitva van. Figyeld az alhasi légzésedet, figyeld a hangokat, amikor az eső csurog az ablak előtt, és a hangok segítségével maradj itt ebben a pillanatban, és tartsd úgy a tudatodat, mint a tiszta tükör, amely mindent megmutat, de semmihez sem ragaszkodik, és semmivel sem azonosul, és semmit sem ítél, marasztal vagy küld. A meditációs instrukciók elején arról beszéltem, hogy érkezzünk meg. Ez egy nagyon fontos momentum. Miért kell ide megérkezni? Miért merül ez egyáltalán föl? Azért, mert hogyha megnézed a tudatodat, megnézed a lelkedet, ahogy működsz az életben, nagyrészt nem vagyunk ott, ahol éppen vagyunk. Nem vagyunk abban a pillanatban, tehát nem vagyunk ebben a pillanatban. És a legérdekesebb az, hogy erről a pillanatról szeretünk a leggyakrabban megfeledkezni, valamilyen álomvilágba belekerülni, ott boldognak lenni, vagy szomorúnak, ott valamit elérni, vagy elveszteni. Csak ebben a pillanatban valahogy nem vagyunk. Körülbelül annyira lehetünk, mint a látható univerzum, 5%, és annyira nem vagyunk, mint a nem látható, a 95%. Ezt a társadalmat nem erre képzik ki. Főleg a nyugati társadalmat inkább arra képzik ki, arra kondicionálják, hogy nagyon-nagyon gyorsan legyen boldog, gazdag, hatalmas, érjen el az anyagi síkon egy csomó mindent, érjen el az érzéki síkon egy csomó mindent, teljesítse kötelességeit, amiket ugye rájuk rakunk, mi, egymásra. És utána pedig elkísérjük az utolsó útjára, gondolván, hogy ez az utolsó út. És valami ebben a nyugati társadalomban, és következésképp az ázsiai társadalomban, a keletiben is, elkezdett változni az elmúlt 30-40 évben egyre gyorsabban. De igazából ez a változás már az ipari forradalom idején elkezdődött. Akkor még nem exportáltuk olyan gyorsan keletre. És ez a változás, ez a világ sebessége, ahogy a sorsok pörögnek, ahogy az események változnak, ahogy a dolgok történnek. Ez a hatékonyságmánia, ez a teljesítménykényszer, ez kb. A 60-as, 70-es évek óta emelkedik így exponenciálisan. Nagyon sok minden úgy tűnik, hogy kiállja az idő próbáját, de változni mindig minden változik. Mi az hát, ami kiállhatja az idő próbáját? Csak az a tudat, csak az a jelenlét, ami benned van. Csak az az éberség, az a tisztánlátás, amire mindannyian képesek vagyunk. Amikor ez az iszonyatosan felpörgő világ lestresszel, nyomás alá helyez, követel, elnyom, akkor mit csinálsz? Hol van a nyugalom pontja? Hol van a megszabadulás pontja?
hol van az az út, amin valójában akarsz járni. Hol van az az állapot, amit el tudsz fogadni, mind a magad állapotát, mind a szeretteidét, mind a világét. És az emberek többségének a válasza az, hogy belemegyünk valamilyen kémiailag vezérelt boldogságba, akár hormonális, akár külső szerek, akár valami érzékszervi élvezet, bármi. De gyorsan felejtsünk, gyorsan helyezzük hatályon kívül azt, ami éppen ért minket, és ezért senkit nem lehet igazából hibáztatni, mert amíg nem ismer alternatívákat, addig az adott módszerrel próbálja enyhíteni a stresszt, a fájdalmat, a nyomást, olyasmit, amit nem akar, de mégis megkap. A Buddha négy kicsi és négy nagy szenvedésről beszélt. És most a négy kicsivel kezdjük. Nem szeretett társasággal együtt lenni. Nem szereted a körülötted lévő embereket. Az általad szeretettől, a kedvesektől távol lenni. Ez a második. Nem kapni meg azt, amit akarsz. És olyat kapni, amit nem akarsz. Ötödikként ott van a háttérben egy nagyon általános megfogalmazás, ami úgy szól, hogy a személyiség egyensúlytalansága. Amikor nincs benned egyensúly, nincs benned béke, nincs benned harmónia. Ez is a szenvedés egyik formája, de ez általános. És a négy nagy szenvedés pedig az, amivel általában nem foglalkozunk. A négy kicsivel mindig és szinte napi szinten. De a születés, öregség, betegség, halál az annyira elzárt marad a modern társadalom elől, annyira gépesíteni, formalizálni, hatékonyítani szeretnénk mindent, hogy az életnek a legfontosabb mozzanataira, a legintimebb, legválságosabb, legemberibb mozzanataira nincs figyelmünk, mert nem vagyunk itt. Nem akarunk, nem merünk, nem tudunk ebben a pillanatban lenni, és nem nézünk szembe sem önmagunkkal, sem a körülöttünk lévő helyzettel és az emberekkel. Tehát, hogyha egy címkét ki lehetne rakni a mai modern társadalomra, akkor nagyjából úgy lehetne ezt jellemezni, hogy az élet valós helyzetéből való menekülés egy álomvilágban, fogyasztás, az érzékszervi örömök, a boldogság egy bizonyos álmába, ahonnan folyamatosan zuhanunk vissza. Ami nem elégséges, nem állandó, és nem független. Az élet három, vagy a létezés három alapjegyét mondtam most el. Ez pedig a mulandóság, az elégtelenség és a kölcsönös függés. Ez a három az, amit szintén nem szeretnénk látni. A mulandóság ellen is különböző technikákkal védekezünk. Az elégtelenséget megpróbáljuk minél hamarabb valami anyagi, érzékszervi és egyéb módon elfelejteni. És a kölcsönös függésre a legjobb az individuumnak az ideája. Én az önmegvalósító, én a független, én, aki nem veszek tudomást mások öröméről vagy bánatáról. És amíg ez a paradigma létezik, amíg ez a mintázat van ebben a társadalomban, és most az egész nyugati és nyugati típusú társadalmat értem ez alatt, illetve az ázsiaiak közül azokat, akik már nyugati módon működnek, addig a szenvedés legfontosabb részével nem merünk szembenézni, és el akarunk előle menekülni. És ez ennek a pillanatnak az elvesztését jelenti. Hogy veszítjük el? Minden, amit azért csinálunk, hogy ne lássunk tisztán, és ne érezzünk teljesen, és ne váljunk egyé az adott helyzettel, az bódítószer. És itt nem csak a listán és a törvényekben bódítószereknek nevezett dolgokra gondolok. Akár egy tévéadás, akár az étel, akár az üres beszéd, mindaz, ami a figyelmedet a valóságtól elvonja.
mindaz, ami az igazi önvalód és közéd beáll, mert beállítottad. Mindaz, ami szükségszerűen kényszerít, mert azt akarod, hogy kényszerítsen. Az elvon, és befed, és elbódít. És ezért megint csak ne egymást hibáztassuk, hanem lássuk meg ennek a szenvedésnek az okát. És ennek az egésznek az oka egy több száz éves folyamat, ami komponensekben kezdődött. Kezdődött akár a görögök ugye, kiegyenlített demokrácia elméletével, hogy ugye minden ember egyenlő, és ezt a franciák újraélesztették, amivel önmagában nem lenne baj, sőt, nagyon nagy szükség van rá, hogyha helyesen gyakorolnánk. De mellé jött az individualizmus, és az individualizmus az egy gyönyörű, ugye a polgári kori eszmény, amikor ki kellett lépni az erőltetett kollektívumból, nekünk is van erről élményünk, ugye 1948-tól 90-ig, az erőltetett közösség, az erőltetett kollektívum, abból ki kell lépni. És meg kellett szabadulni olyan vallásos berögződöttségektől, amelyek ugye ráosztottak mindenkire hiteket és nézeteket, és ezektől is meg kellett szabadulni. De ennek a háromnak a keveréke, az individuális, a monoteista hitre alapozódó, az erre ateista választ adó, az erre tudományos választ adó emberiség, az belehajszolta magát egy olyan helyzetbe, ahol már csak tompítani tud, ha nem mer változtatni, ha nem mer a pillanatba visszajönni és szembenézni a helyzettel, hogy valójában milyen helyzetben vagyunk. Mert a társadalomnak a változása egyre gyorsabb és egyre riasztóbb abból a szempontból, hogy mennyire tudunk egymásra figyelni, mennyire alkotunk bizalmi alapon emberi közösségeket, és nem valami érdek alapján. Mennyire tudunk kinyílni a világra és egymásra, mennyire merünk őszintének lenni magunkkal és másokkal. Ha így nézzük, akkor teljes paradigmaváltásra és nézőpontváltásra van szükség, és ebben már a szervezetvallások nem hinném, hogy tudnának segíteni, mert lejártak. Ebben egy új társadalom elmélet, mint a régi kapitalizmus, kommunizmus, ilyen vagy olyan, ez sem fog működni, mert nem hiszünk bennük. És sem az egyén, sem a csoport hangsúlyozása és eltúlzása nem fog segíteni abban, hogy lényeges változás történjék. Egyedül mi tudunk belül egy új utat keresni, és mi tudunk rálátni az igazságra, és mi tudunk közösen erőfeszítést tenni azért, hogy egy más, jobb minőségű életet éljünk, és halált halljunk. Úgyhogy a tiszta tudatnak az a jelentősége, hogy elsősorban tisztán lát, és ebben a pillanatban nem ragaszkodó, nem ítélkező módon megpillant és rálát mindenre. Enélkül a látás nélkül, amit a Buddha vidyának nevezett, enélkül nem megyünk semmire. Akármit akarsz magadba pakolni a könyvekből, az elgondolásokból, a különböző praktikákból. Tehát egy olyan nézőpontváltásra van szükség, amit csak te kezdhetsz el magadban, mi kezdhetünk el együtt, amely valahol nem egy ideológikus, politikus, vallásos, történelmi és egyéb ugye, nézőpontot szeretne, hanem valahol egy tiszta, világos megismerést, hogy mik vagyunk mi emberek, mi ez a világ, hogyan működünk, hogyan működhetünk együtt. És ez a szellemi gyakorlatoknak az alapja és az eleje. Aztán ebből az élő, spirituális dologból lesznek később az intézmények, a vallások, az ideológiák, a politikák, a területi viták, stb. De ami bennünk van, az a képesség, hogy mindezt megismerjük, azt hívjuk a megvilágosodás lehetőségének, vagy Buddha természetnek. Az a gyakorlat, ami ehhez vezet, hogy ide érkezz, hogy a világot úgy lásd, ahogy van, ilyenségében, tisztaságában lásd, ahogy van. Ezt nevezzük az eredeti meditációnak, amihez nem különleges technikák, beavatások és egyebek kellenek, hanem te kell lesz. A te őszinte kérdésed kell, hogy mi vagyok, kik vagyunk, mi a dolgunk,
miért születtünk meg, miért tesszük azt, amit teszünk. És pontosan ezek azok a nagyon mélyre menő, néha húsba vágónak tetsző kérdések, amelyek elől szeretnénk kitérni. Már a szüleink sem tudtak erre választ adni, amikor 3-5-6 évesen elkezdtünk kérdezgetni erről. És aztán később a társadalom nagy arrendszerei sem tudtak kellő választ adni, vagy pedig belekerültünk olyan helyzetekbe, amikor megpróbáltuk magunk elől eltusolni ezeket, és beérni valami kevesebbel, valami tökéletlenebbel, csak azért, hogy nyugodtak legyünk. És a nyugalom helyett szenvedélybetegség lett belőle. A nyugalom helyett munkaholizmus lett belőle. A nyugalom helyett kapcsolatfüggőség lett belőle. A nyugalom helyett egy olyan keserű érzés, hogy már túl vagyok életem felén. Már látom, hogy kevesebbet fogok élni, mint annak előtte, és még mindig nem oldottam meg azt a feladatot, hogy rálássak önmagamra, hogy egy picit jobban megértsem, hogy miért vagyok itt, hogy miért viselkedik úgy velem a családom, ahogy én, ugye vele, miért van ez. Úgyhogy ezeknek a kérdéseknek az egybetartása, ebben a pillanatban való látása, a mélységes megválaszolása, ez az a szellemi gyakorlat, amit mi Zen néven tanítunk, és amely olyasféle nézőpontváltásra alkalmas, olyasféle paradigmaváltásra alkalmas, amire meggyőződésem szerint többségünknek szüksége van. Nekem 22 évvel ezelőtt természetes módon szükségem volt, mert nem tudom megoldani a problémámat, nem tudok a kérdéseimre választ keresni, mert a módszer sincs meg. Rengeteg könyv volt, van és lesz, de egyik sem gondolkodik úgy, mint te. Mindegyikben találsz információt, de melyik az, ami a te ismereted, ami a te tudásod, ami tényleg segít? Melyik az a tanító, melyik az a tanítás, ami számodra nem csak elfogadható, hanem hiszel benne és gyakorolható? Úgyhogy nem valamiféle külföldi praktikát tanítunk, hanem látást magadba és az életre, a halálra, az emberekre, a világra való rálátást. Azért, hogy ezáltal a tudatod tisztuljon, az életed minősége javulhasson, és ha kapsz is szenvedést mástól, másoktól, azt ne add tovább szenvedésként, hanem tud magadban feloldani, tud magadban valami mássá átváltoztatni. És hogyha az erre való képességedet tényleg gyakorlod és kamatoztatod, akkor nem megszorozva, kamatostul adjuk a szenvedést tovább. Megrúgtak egyszer, meg akarok rúgni valakit kétszer. Hanem pontosan fel tudom dolgozni, a tudatomban látni merem, hogy ez honnan jött, feloldom a szenvedés okát, meglátom a megszüntetését, és járom a megszüntetés útját. Ez a Buddha négy nemes igazsága. Ez egyéni erőfeszítés nélkül nem megy, és egy csoportos gyakorlat nélkül nagyon nehéz. Nagyon kevés embernek van egy remete karmája, aki egy kunyhóba mindent így szépen betáraz, és mindent tud, és mindent lát, és minden rendben van. Az egyéni egyensúlytalanságainkat a közösség ki tudja egyensúlyozni, de egyéni erőfeszítés nélkül nem megy. Belül nagyon komolyan el kell vállalni valamit, amivel megtisztítod magad. És ezt, hogyha a közös meditációba beletesszük, akkor egy nagyon mélységes és egymáshoz közeli tudati gyakorlat alakul ki, és megvalósul az, ami az ennek a második alapelve, ez a tudattól tudatig való kapcsolat, tudattól tudatig történő átadás. Az első pedig az, amit a könyvekkel kapcsolatban mondtam, hogy ne támaszkodj az írásokra, ne függj mások gondolkodásától. Olvas, szerez ismereteket, töltsd fel a térképet, elégítsd ki a kíváncsiságodat, ez mind kell. De amikor a mély megismerés útjára térsz, akkor tudd azt, hogy mások gondolatai legfeljebb az irányvételben segíthetnek, legfeljebb a technikát taníthatják, de a megismerést és a tapasztalatot nem helyettesíthetik.
Tehát nem szakácskönyvet teszünk, ételt teszünk. Nem térképen kirándulunk, a hegyen és a völgyön és a folyón és a tengeren kirándulunk. Ha ezt látod, ezt a különbséget, akkor a szellemi önállóságod felé már tettél egy hatalmas lépést. És hogy a harmadik is itt legyen az alapelvekből, a megvilágosodás nem más, mint igazi önvalód megtapasztalása. Nem valami habókos, speciális mágia, amit ilyen nagyon drága fülbesúgott mantrákkal fogsz elérni. Igazi önvalód, életen és halálon túli igaz természetünk megtapasztalása. És ez az átadás, ez a tanításokon túlmenő, tehát ez a tudattól tudatig történő átadás. És a negyedik az pedig ugye közvetlen az ember tudatára való irányulás. Megkérdezed, meglátod, mi vagyok. Nincsenek szimbólumok, nincsenek rendszerek, nincsenek papok, papnők, jósok és jósdák. Ez mind egy részében a szellemi utadnak szerepelt, vagy szerepelhet. Ezek nem akadályok, vagy hamisak, vagy igazak önmagukban, de ha ragaszkodsz hozzájuk, és megállsz ezeknél, akkor úgy hívnak, hogy aki az úton megrekedt, és nem jutott el igazi önmagához, mert ezt az alapelvet vagy nem ismerte, vagy nem követte, hogy közvetlenül a saját emberi tudatunkra irányulunk. És kiiktatunk minden közvetítőt, akár személyes, akár személytelen legyen. És nem valami rendszeren keresztül legyengítve, töredékesen, szimbolikusan tapasztaljuk önmagunkat, hanem úgy, ahogy valójában vagyunk, szélesre tárt tudattal, mint a tükör, mint a végtelen tér, amelyben minden belefér. Úgyhogy bevezetőként ennyit szerettem volna mondani a zen alapelveiről. Ahogy látom a mai helyzetet itt és egy kicsit tágabb környezetünkben, és ahogy javaslom a megoldást kidolgozni, mert hogyha felszínesen gondolkodunk, akkor felszínes lesz a módszer, és nagyon-nagyon rövid életű lesz a megoldás. És a probléma újra termeli önmagát, mint az a gyom, amit nem gyökerestül húztál ki, hanem csak lemetszettél valahol talajszint fölött nem sokkal, és az megerősödve hajt ki újra. És a gyökér az itt az, ahol lejutsz a kezdetig. Mert ahol a kezdet van, ott van a vég is. A lelkünkben, a tudatunkban indulnak a dolgok, és csak is ott végződhetnek. Tehát ahol a kezdet, ott a vég. Igazi önmagadban van a kezdet és a vég. És ha ezt látod, akkor tudod, hogy mit indíts és mit fejez be, mi az, amit folytass, és mi az, amire azt mondd, hogy elég. Úgyhogy szerintem bevezetőnek ennyi bőven megteszi, és most örömmel várnám azokat a kérdéseket, amelyek a valódi dharma beszédet megteremtik, és megpróbálok legjobb képességeim szerint válaszolni rájuk, úgyhogy kész feltartással tiétek a kérdezés lehetősége. Az első kérdésem körülbelül lenni, mi ez a dharma beszéd, mert számomra ez egy ismeretlen fogalom. Ezt nagyon nagy örömmel elmagyarázom. Köszönöm. A dharma azt jelenti szanszkritul, hogy törvény. Most ez nem olyan törvény, hogy valaki kiadmányozta, aláírta, pecsételt, és egy bizonyos kör gondolja, hogy az úgy van, és akkor mindenki másnak ezt követnie kell, mert egy bizonyos kör azt mondja, hogy ez úgy van, és ennek úgy kell lennie, és punktó. Ez a dharma, ez a világnak a törvénye, az ok és okozat működése, az a tan, ez a második értelmezhetősége, az a tan, ami alapján megismerheted önmagad és a világot. Tehát a szó szerinti értelme a dharmának az, hogy törvény. Az a törvény, ahogy ez az univerzum működik. És az a nagy, gyönyörű igazság, hogy ahogy te működsz, úgy működik a világ is. Tehát, hogyha önmagadat megismered, akkor megismered a világ működését is. És ezért a meditáció az nem puszta köldöknézés, jól érzem magam, elmegyek tévét nézni ugye a másik kontinensre, nem. Ez egy nagyon közvetlen, nagyon világos megismerés, hogy hogyan működöm, mi van bennem. És akkor, amit megismertél, az a világban is elkezd tisztulni. És a megfigyelésed visszaigazolja, csiszolja, letisztázza ezt a dharmát. Tehát a dharma az annak a tana,
te, a többiek, és ez a világ működik. És ez nélkülözhetetlen, mint friss, egyéni és csoportos megismerés. Miért? Amikor megszülettünk, nem kaptunk egy használati utasítást, hogy szervusz. Üdvözlünk ebben a Föld nevű világban. Itt a használati utasítás, legyél szíves ezt követni, és hogyha nem követed, akkor a kötet második részében benn van, hogy mi lesz. Ilyen nincs. És mivel ilyen nincs, ezért mindenki, mint a vakember az elefánt ugye, megismerésekor, az egyik meglátja a lábát, és akkor azt mondja, hogy ez egy oszlop, az ormányát ez egy slag, a farkincáját az olyan, mint egy redőnyhúzó, a füle meg, mint egy vitorla. És ebből születnek ezek a nagyon fanatikus, borzasztó, részleges megismerések. És ezeket nagyon-nagyon hirdetik, hogy a vitorla az igaz, a redőnyhúzó az igaz, az oszlop az igaz, a slag az igaz. De az egészet nem látták, mert az le kéne venni a szemellenzőt. És látni kéne. Úgyhogy magunkra vagyunk utalva, de ebben nem vagyunk egyedül. Az ok és okozat megfigyelése az nagyon gyönyörű. Azt hívják karmának. És amikor ebből valami bölcsességet leszűrtél magadnak, akkor az a dharma. Találhatsz intellektuális lenyomatot, tehát 84 000 szútrát vagy tanítást hagyott hátra a Buddha, ezt hívják Buddha dharmának. De a dharma az nem korlátozódik a Buddha vagy Sákya Muni vagy egyéb pátriárkák tanítására. Az a bölcsesség, az a működés, amit megismersz a világból, amiben hiszel, mert látod, hallod, tapasztalod, és ezért tudsz rá támaszkodni, az a te dharmád. És ez milyen jó. Mert ez nem különbözik a többi ember dharmájától, csak az íze egy kicsit más. Mert azt te ismerted meg. Az a te fejedben van, az a te lelkedben van. Az a te beszéded által lesz olyan, amilyen. Úgyhogy ezért érdemes küzdeni, ezért érdemes erőfeszítést tenni, hogy szellemileg önálló légy, hogy ne vezessen meg senki sehol, semmikor. Ez nagyon fontos. És hogyha a dharmát elsajátítod és magadévá teszed, akkor tudsz rá támaszkodni és menedéket venni benne. És a hagyományban van két másik menedék, a Buddha, ő a tanító. A tanító eleinte kívül van. Szükségszerű, mert amikor az ember még fiatal és bohó, akkor néha kell a tanító. És akkor az ember fogja magát és kiválaszt egy olyan tanítót, akivel szívesen dolgozik együtt, akitől tanul, akinek a tanításában hisz, megtanulja, hogy mi az, amit el lehet sajátítani. El is sajátítja, és önállóságra neveli a tanító, hogyha tényleg jó tanító. És akkor már a magad lábán szépen meg tudsz állni, és a belső tanítód megjelenik. Az a belső tanító mindig ott van, csak a téves nézeteket kell félrekotorni az útból, az akadályokat kell csak elvenni. Ahogy Michelangelót is megkérdezték, hogy hát hogyan faragta ki márványból ezt a gyönyörű szobrot? Azt mondta, valójában csak a felesleges részeket kellett elvenni, ez a szobor már ott volt. Mert kb. Így működnénk, ha hagynánk magunkat, meg egymást. És ez lehet. És a harmadik menedék, hogy ezt is tudjuk, az a szanga. És tele vagyunk szanszkrit szavakkal ma este, majd visszanézed a YouTube-ról, és akkor majd újra lehet gondolni. És a harmadik menedék az a szanga, az a tanítványok közössége. És ez is nagyon fontos. Tehát tanító, Buddha, tanítás, dharma, tanítványi közösség, szanga. Ez a, mint a kameránál a három láb, ez a hagyomány három alapeleme, bármelyik kiesik, nem működik. Miért kell a tanítványi közösség? Azért, mert, ahogy mondtam az előbb, egyedül ugyan mehet, ha nagyon erős vagy, de nem biztos, hogy a helyes irányba mész. Mondhatnád, hogy nem biztos, hogy a csoport a helyes irányba megy, ez is így van, de legalább kiegyensúlyozzuk egymást. Van kölcsönhatás. Van kitől segítséget kérni, és van kinek segíteni. És a szanga nagyon fontos, a dharma barátok, a dharma gyakorlatában szerzett barátok nagyon fontosak. És hogyha ez az egyensúlyozás nem lenne meg, hogyha a benned lévő ismeretek működése nem mutatkozna meg, akkor az emberek nagyon hamar elszállnának. Tehát ez a különbség a közösségben végzett és
hogy jó a tanító, meg a tanítás, tényleg jó profi szintű gyakorlat, és hátul a fészerben, a sufniban ugye szépen összefusizom a magam gyakorlatát, összeolvasom könyvekből, csak ne bajlódjunk a tanítóval, meg én másokra nem vagyok kíváncsi, úgyhogy hagyjanak engem békén, majd én ezt jól lejátszom magamnak. És akkor lehet különböző irányokba hatalmasakat csattanni. És akkor megyünk az orvoshoz, meg különböző ilyen emberkékhez, hogy akkor most javítsanak meg minket. Jó, tehát ez a három, ez nagyon fontos. Ahol ez a három egyensúlyban van, ott az úton lehet menni. És aztán az tényleg a te belátásodon, a te szemeden múlik, hogy látod-e az irányt. Ezt az irányt, ezt nagyon jól kell látni. És hogyha korrekt a hagyomány, ha korrekt a gyakorlat, akkor arra nevelnek, hogy lásd az irányt is. Nem akarják elkendőzni, nem akarják elhazudni, nem akarják eltorzítani, nem magyaráznak be semmit. Az van, amit csinálunk. És ezt nagyon világosan kommunikáljuk. Nagyon világosan, egyszerűen az emberek elé tesszük. Szenvedéstől való megszabadulásról van szó, és megszabadításról van szó. Ehhez el kell érni egy tiszta tudatot, amely tartózkodik a dualisztikus megnyilvánulásoktól, és ezáltal csökkenti azt a szenvedést, amit egyébként a világra mérnénk. Elfogadjuk a létét a szenvedésnek, megtaláljuk az okát, a megszüntetését és a megszüntetés útját. Ehhez kitisztítjuk a tudatunkat, és hajrá, lehet menni előre. Jó? Körbejártuk? Igen. Nagyon jó. Akkor további kérdés, hogyha bárkinek van, olyan szívesen. Mondd. Amikor ott voltam a templomban, akkor úgy éreztem, hogy ez a három láb megvan, és így a gyakorlás is tök jól ment, ott volt ugye a csapat, a tanító, minden, ami kellett, és ez hogy tudom átültetni, mondjuk így a hétköznapi életben, mert én úgy érzem, hogy ennek az lenne a lényeg, hogy a hétköznapi életben is működjön, de amikor ezek a dolgok már nincsenek, akkor sokkal nehezebb. De azért jó lenne mégis, ha... Ültessük át? Cserét, virágföld, tápoldat. A cserép az a csoport, vagy az a pár barát, akivel együtt tudsz gyakorolni. A tápoldat az tényleg az a közös nézet, az a közös erőfeszítés, ami ugye köztetek történik egy gyakorló csoportban. Néha egyedül is gyakorolhatsz, nincs abban semmi baj. Csak legyen kapcsolat egy csoport, akár itt, akár távol. Ott a virágföld, az pedig a karmádnak a szép, termékeny, átporranyosított változata. Azt meglátod, és az abból lesz szűrt bölcsesség, abból sarjadnak ki azok a magvak, amelyek a belátás gyümölcsét hordozzák. Át lehet ültetni, csak nagyon óvatosan kell vele bánni, mint minden ilyen kis csemetével, palántával. És nagyon nagy türelemmel és erőfeszítéssel, kívül lágyan és belül nagyon eltökélten kell ezt csinálni. Nagyon sokszor így Közép-Európában abban merülünk ki, hogy kívül valamit nagyon-nagyon hangosan mondunk, de belül iszonyatosan gyengén tudjuk követni. Most ennek pont a fordítottját csináljuk inkább. Egy kívül alig van látszatja és alig van hangja, de belül ott sugárzik és ott adja az energiát. És akkor működik. Tehát, hogyha van valami nagyon értékes, akkor azt műveljük, csináljuk, és ne elsősorban beszéljünk róla. Osszuk meg másokkal, de talán úgy, hogy a benned lévő energiának a 30%-át azt lehetne verbalizálni, azt lehetne mondani, és a többi az pedig maradna belső erőként meg. Úgyhogy ez jó, hogyha vannak gyakorlótársak, jó, hogyha van egy gyakorló hely, ahol lehet ezt gyakorolni. Jó, hogyha van önálló szellemi rálátásod, illetve segédlet ehhez, de az erőfeszítésnek akkor nem megy. Viszont ebben, ahogy mondtam, nem vagyunk egyedül, itt te sem. És néha jó visszajárni arra a helyre, ahol ezt úgy érzed, nagyon tisztán megtapasztaltad, és újra egy kicsit feltöltődni. Mert hát töltés nélkül nem megy se a telefon, se más. Más kérdés, Bertita? Mondd. Hát ugye a családi elvárások azok úgy erősen ránk vannak dobva, hogy
azokat hogy hozzuk egyensúlyba önmagunkkal, hogy ne legyen viszály a családba se? Teljes egyetértés a családban nem lesz. Viszont meg lehet azt a harmonikus állapotot célozni, amikor a szülők is belátnak valamit, és nem csak egy irányba óhajtanak közlekedni a elvárásaikkal. Az első nagyon-nagyon fontos kérdés, amikor feléd így dobnak valamit, akkor elsősorban ne pozitív vagy negatív érzelemből reagáljuk le. Magyarul ne essünk pánikba, hogy a szülők valamit ránk óhajtanak erőszakolni, és ezt mi nekünk az utolsó részletig, az utolsó porcikáig követni és betartani kell. Az első és legfontosabb dolog, hogy pontosan lásd, hogy mit akarnak. Ennél ha csak a legrosszabbját vesszük észre, hogy azt, ami nekünk éppen tetszik, vagy nem tetszik. Tehát azt észreveszünk, és a többit nem. Tehát az első az, hogy teljességében értsd meg, és érezd át, hogy mit akarnak a szülők, és nyugodtan meg lehet kérni, mondja el még egyszer. Fejtse ki, magyarázza el, és akkor már lassítanak, már nagyobb a nyugalom. Aztán a következő, hogy tükrözd vissza nekik teljesen objektív, torzításmentes módon, néha visszakérdezhetsz, hogy anya vagy apa, amikor te ilyen idős voltál, és a szüleid hasonló elvárásokkal jöttek, akkor te mit csináltál? Mert én ezt itt nem tudom kezelni, el kell nekik mondani, nekem ez nehéz. Nekem ez úgy tűnik lehetetlen. Kérlek, mondd el, hogy miért szeretnéd ezt. Mert egy világos, okozatiságot kereső, nem érzelmi alapon kimozdult beszélgetéssé, ezt át kell minősíteni. És ha ez megtörténik, akkor egy egész más tónusban, teljesen más frekvencián le lehet követni ezt az egészet. Nekem az jó apámmal nyugodjék békében, néhányszor sikerült. Sőt, többségében sikerült, mert rendkívül racionális ember volt, tehát amikor racionális témákról volt szó, és tudományosan indokolható, visszaigazolható eredményekről, akkor abban mindig partner volt, és ezt megbeszélhettük. Ami transzcendens volt, ott semmi, ott le volt zárva minden. Tudós az tudós, kész. Meg kell látni, hogy hol vannak a nyitott pontok, a nyitott kapuk a szüleid karakterében. És ezt hidd el, hogy gyakran évekig nem vesszük észre. Egyszer nem veszük kész, és kölcsönös hibáztatás van. Nem hallgatsz rám! Na de nem beszélsz rendesen, érthetően, stb. Tehát lassítsunk le, értsük meg egymást, és lássuk meg, hogy itt sokkal többről van szó egy életben, mint hogy valakinek az akarata más fölött teljesül-e vagy nem. Hát 7 milliárdan vagyunk, és olyan eszereszett dolgokat akarunk egymástól, hogy az borzasztó. Tehát mire van szükség? Ahhoz, hogy te, egy felnőtt nő, önálló személy, boldogság felé menő, másokat és magát megismerő személy legyél, ahhoz mi kell? És hogyha, hát ez az, és ezért kell a célt meghatározni, hogy te tudd, hogy mit akarsz az életben. Mert ezért jönnek kívülről a taslik, mert valószínűleg ez még nem tiszta. És a taslik azok hozzásegítenek, hogy gyorsan találj magadnak valamit, amihez igazodhatsz, mert állandóan pofoznak jobbra-balra, csináld ezt, csináld azt, még mindig nem tudod, hogy hova mész, mit akarsz, mit akartál tenni, mivé akarsz lenni. És amíg ez nincs meg, addig állandóan kívülről ez a nyomakodás ez jön. Tehát ha te nem határozod meg az életedet, majd jó meghatározza más. És ebben nem kéne belemenni. Az ember dolga az, hogy fölnőjön és függetlenül váljon a szüleitől, és erre kéne a szülőknek rájönnie. A gyereknek meg arra kéne rájönnie, hogy mit akar. Mert a szülő azért is aggódik, mert láthatóan a gyerek az cselleng, bolyong, lebeg, ide-oda csapódik, és láthatóan nem tudja, hogy mit akar. Pedig lehet, hogy tudja, csak még magában nem elég erős és tiszta ez a kép, és ezért végképp nem tudta kommunikálni se a szüleinek, se másoknak. Vagy úgy se értik meg. Dehogy nem. Megértik, csak ismét akkor neked le kell lassítani és elmondani nekik. És akkor a lelkek, tudatok találkozása az leírhatatlan. Az gyönyörű. Úgyhogy nem kell soha azt gondolni,
hogy a szülők akarata teljesíthetetlen, viszont meg kell látni azt, hogy mi az, ami a te életcéljaid felé segít. Van egy olyan dolog, hogy szükséges, és van egy olyan, hogy akaratlagos. Tehát mi az, ami szükséges abból, amit a szülők akarnak, ahhoz, hogy te egy önálló, világos, korrekt életet élj. És akkor abban egyezzetek meg. Az, amit pedig annak a tetejére akarnak, az előbb-utóbb feleslegessé válik, arról előbb-utóbb kiderül, hogy nem tartozik a tárgyhoz, nem szolgálja azt a célt. És nagyon gyakran van az, hogy gyermekek és szülők nem értenek egyet a választott életcélban nézve. Itt egy darab egyetértés nem volt, de utána megbékéltek vele, mert mindig elmondtam nekik, hogy ez micsoda. Mindig válaszoltam a kérdéseikre. És végül megvalósult a szinte lehetetlen, 7 évvel a gyakorlatom kezdete után, 3 évvel a szerzetes életem kezdete után a szüleim kijöttek Koreába, és leültek a nagymesterrel szemtől szembe, és fél órát beszélgettek. Életem legboldogabb napja. És megértették, és megnyugodtak. Úgyhogy amit vállalsz, azt vállalod úgy, hogy tud mások felé, főleg a szülők felé értelmesen és világosan megfogalmazni, mert ők hidd el, hogy érted, aggódnak. És akármennyire is borsodzik a hátunk ettől, akkor is az aggodalom, a kontroll, a segítség és a birtoklás az így egyszerre ott van. És a fejlődő generációnak az a dolga, hogy megköszönje a segítséget, és eloszlassa az aggodalmat, megszüntesse a birtoklást, és érje el azt a függetlenséget, amit aztán nem csak úgy megtart, hanem ezzel a szüleit is szolgálja, mert hidd el, azért a gyereknevelés egy hihetetlen fárasztó dolog. Eltölt vele 18-20 évet a szülő, néha még többet, mert ugye a helyzet úgy diktálja, hogy a gyerek otthon lakjon, és már hihetetlenül elég. Álljon már lábra. Ez benne van. Csak még az aggodalomat, hogy ja Istenem, mit csinál? Mit csinál? Hát borzasztó. Úgyhogy ezért kell leülni és megértetni vele, hogy most ez van, én ezt gondolom, ezt szeretném, ebbe az irányba megyek, és ha ezt tudják, akkor az aggodalom az már elment. És az aggodalommal együtt jár a kontroll vágya is, hogy azért hadd fogjam már meg, mert lehet, hogy bebukik valahol, vagy zuhan meg egyebek. És hogyha látják, hogy te mész, és látják, hogy partvisnyia nélkül is megy a bicikli, akkor előbb-utóbb elengednek. De az ilyen nagyon-nagyon komoly összezördülés, az iszonyatos konfliktusok, ezek csak a hegeket, a traumát és a sebeket növelik, amiket később valahogy be kell gyógyítani. Hát ezért kell egymás bántása nélkül valahol a nézőpontokat letenni az asztalra. És akkor megy. Akkor valami elindult. Jó? Más kérdés? Mennyire fontos a szenvedés megszüntetésében a megbocsátás, illetve lehet-e megbocsátani visszamenőleg, van elnök szerepe, hogy valami fájdalmas? Köszönöm a kérdést, gyönyörű. Inkább úgy fogalmaznak, hogy megbocsátás nélkül nem lehet. Tehát először kell a megbánás az illető részéről, és kell a megbocsátás a sértett részéről. És hát amikor érett a helyzet, akkor ki lehet azt fejezni még a megbánás előtt, hogy én megbocsátok, mert már csak ennyi választja el. De amíg nem érett a másik, addig az nem lehet. A megbocsátás ez nem csak egy érzelmi megtisztulás. A megbocsátás az azt jelenti, hogy te elengedted azt a dualisztikus érzelmi gondolati karmát, ami egy másik emberhez negatív módon kötött, mert ugye alsó hangon energiaelnyelő és extrém esetben önpusztító és kölcsönösen pusztító spirál alakult ki. És ezt a ciklust be kell fejezni. Ebből az energiát ki kell venni. És itt a megbocsátás, az elengedés az iszonyatosan fontos. A megbocsátás és elengedés az szinte együtt van, mert olyan nincs, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ott még a bosszú vágy ott él. Tehát amikor már nagyon semlegesen tud emlékezni rá, amikor már szinte elfelejtette, persze információ szintjén még ott van a dolog, akkor már sem dualisztikus érzelem, sem dualisztikus gondolat, tehát jóra, rosszra, akarom, nem akarom, szeretem, nem szeretem. Tehát az erre tagolt tudattartalmak azok már nincsenek ott.
A megbocsátás iszonyatosan fontos, az oldás iszonyatosan fontos. A helyes ugye, komponensek összekötése és a már egymáshoz nem tartozó tudati komponensek szétválasztása, elengedése ugyanolyan fontos, mint a társas viszonyban az, hogy kit ölelek meg és kit búcsúztatok el. Erre komoly szertartások vannak, erre komoly ugye, rituálé van, mert az emberek önállóan egyedül ezt nem tudják lerendezni, csak őrlik magukat, és ezzel őrlik a másikat is. És a tudattalanyukból pedig csapnak kifelé rá. 5%-ot látunk, 95-öt nem. És a 95-ben nagyon elképesztő állatkert van, hogy hú-hú. És akkor csodálkozzunk, hogy elüt a villamos? Csodálkozzunk, hogy csergeagyásos baleset van? Csodálkozzunk, hogy pont a fejedre esett a tégla, és aztán a másik fejére is. Tehát azért lássuk azt be, hogy mélységesen a tudatunkkal teremtjük a világot. Ha látjuk, ha nem, akkor is. És minél inkább átlátjuk, hogy a saját tudatunkkal közösen teremtjük ezt a világot, annál nagyobb annak az értéke, annál nagyobb a belső imperatívusza, a késztetés arra, hogy ezt tisztán csináljuk, és ennek a megbocsátás fantasztikus nagy része. Mert ha ez nincs, akkor egymást gyűrjük életek tucatjain keresztül, és visszaszületünk olyan helyzetekbe, hogy a fal adja a másikat, és miért? Nem tudtad elengedni, nem tudtál kiegészülni, nem tudtál megbocsátani, nem tudtál fölnézni a saját nyomorodból, és azt mondani, hogy elég volt. És ez mind szinonim. És ez nem erkölcsi, etikai, vagy egyéb ilyen rendszer szintű kényszer. Ezt neked kell felismerni, hogy igen, hogyha megbocsátok, akkor megtisztulok. Ha megbocsátok, akkor megszabadulok. Ha megbocsátok, akkor sikerül egy teljesen más tudatminőséget elérni. Nem ragaszkodót, nem azonosulót, nem vádlót, nem hibáztatót, és ez gyönyörű. Tehát ha a megbocsátás felé szeretnénk menni, és a minőségét megtapasztalni, akkor az első lépés, hogy ne panaszkodj. Az első lépés. Ne panaszkodj, ne hibáztass, ne blamálj. Innentől kezdve sokkal nagyobb a sanszod, hogy az okot és az okozatot tisztán látod. És onnantól kezdve a saját magad részét láthatod. Ezt megbánhatod, ezt sajnálhatod, ezért elnézést kérhetsz, ezért bocsánatot kérhetsz. És ugyanígy, amikor feléd jön, akkor ezért megbocsáthatsz. Elfogadhatod a másik megbánását. És így kiiktattuk azokat az erkölcsi pótcselekvéseket, amelyek ilyen nyájjá alacsonyítanak minket, és teljesen cselekvésképtelenek vagyunk, mert egy fölénk rendelt rendszer dönti el, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az erkölcs és mi az erkölcstelen. Tehát lásd magadban az okot és az okozatot. Lásd tisztán a világban az okot és az okozatot. Lásd azt, hogy ugyan a rendszer megengedte, a normák, az elvárások megengedték, hogy te birtokolj valamit, amit a másik nem akart odaadni, mert megvan a matematikája, hogy ezt el lehet venni másoktól, de akkor is inkorrekt. És azért ugyanúgy bocsánatot kell kérni, mint amikor valakit megsértettél. Tehát nézd meg, hogy valójában mit okoztál a másiknak. És hogyha az ember tudatában, az ember lelkében lévő okozatot nézzük, akkor itt nagyon nagy a házi feladat mindenki részéről. Köszönöm a gyönyörű kérdést. További bárkitől, vagy ha van második. Erről a házi feladatról, felismerés technikájáról, hogyha beszélni kicsit. A hatodik pátriárkának van egy nagyon érdekes élettörténete, és annyit tudj, most így röviden elmondom, mert történet nélkül nem menekül ma este senki, hogy ő egy nagyon-nagyon egyszerű ember volt, és hiszem fiatalon, 17-18 évesen hallott egy sort a Gyémánt szutrából, és amikor ezt meghallotta, azonnal felébredt és ment a kolostorba, de annyira sok volt benne, és annyira jó volt, amit vitt oda, hogy nagyon hamar elismerték a legfelsőbb szinten, de csak az apát,
meg még egyen-ketten ezt látták, hogy olyan kvalitása van ennek az embernek, ami nagyon ritka. És a kolostor többsége nem tudta, hogy az ötödik pátriárka titkon tanátadást hajtott végre, és ezt egy még szerzetessé nem avatott hengdzsának, növendéknek a Buddha táját és kasáját így éjszakát, és azt mondja, menekülj, és majd legyél később szerzetes valahol, amikor az idő eljön, azt látni fogod is. Igen, nem csak, hogy ambiciózus szerzetes kollégái, akik között számos korábbi katona volt, azok azon nyomban, ez mindennek a felrúgása, nem szerzetes, hiába bizonyított egy gyönyörű költeményverseny, vagy ugye, vers írás által, ez elégtelen, és vissza akarták venni tőle, sőt, ott a köszönt, tehát ezt eltesszük lábalom. Mm. És a hatodik pátriárka menekült. Volt fél nap előnye, viszont nagyon hamar, kb. Egy nap menekülés után utolértek, és hát látta, nincs esély, tudta, hogy kik jönnek, és letette egy sziklára a tálat és a kasát, és elbújt. Azok, akik üldözték, azok valójában tényleg a tálért és a kasáért mentek, mert az volt a tanátadás két jelképe, és már akkor is elég el volt dologiasodva a szemlélete pár embernek, és azt gondolták, hogy ha ezt magukhoz veszik, akkor elkezdhetik magukat reklámozni, mint hatodik pátriárka, mert ott a bizonyíték, akkor még nem volt ilyen nyomdatechnika, meg hangrögzítés, meg egyebek. Igen, nem, csak hogy az üldözők ugye eleje, ahol pont egy komoly volt katona ugye, vezette a bolyt, odaért, megmozdítanák a tálat, ez mintha összenőtt volna a sziklával, nem mozdult. És akkor nagyon megijedtek, hogy itt valami sokkal magasabb működik, mint az ő akaratos, nagyon dualisztikus tudatuk. És azt mondta ez a volt tábornok, hogy gyere elő, fiatal testvérem, nem bántalak. Én a Buddha dharmájáért jöttem, a tanításért, és nem a tálért és a kasáért. Hát ez, tudjuk, egy ilyen helyzetben nagyon nehezen hihető, de a hatodik pátriárka a valódi, ő mégiscsak úgy döntött, hogy előjön, és ad magának egy esélyt, mert hogyha jobban megnézzük, előbb-utóbb még többen jönnek, és bekeríthetik, és tehát adjon magának egy esélyt arra, hogy szemben áll ezzel az emberrel. És ez az eset volt akkor a hatással erre a volt katonára, hogy leboruljon előtte, és azt mondja, hogy kérlek, taníts engem. És erre azt mondta a hatodik pátriárka neki, amikor nem gondolkodsz jóról és rosszról, akkor milyen az igazi arcod? És ekkor ez a szerzetes fölébredt, elérte a megvilágosodást, és azt mondja, hogy kérlek, engedd, hogy legyek a tanítványod. Erre azt mondta a hatodik pátriárka, ha így gondolkodsz és így látsz, akkor mind a ketten az ötödik pátriárka tanítványai vagyunk. És ezzel felvette a tálat és elment, mert elengedték. Neki följött a tál. Úgyhogy ez a fajta látásmód, ez ennyire világosan ebből a történetből ered. A dolgok ilyen módon való látása, nem jóban és rosszban gondolkodva, hanem ilyen módon. Függöny piros, a padló drap, a lábazat fehér, a szikla világos barna. Tehát a dolgok ilyenek, éppen ilyenek, nem jók vagy rosszak. És erre semmi más nem vezet rá, csak az a kérdés, hogy mi ez. És ez a kérdés, hogy mi ez, mi az igazi arcod, mi az igazi éned, ez a kérdés, ez azóta töretlenül a koreai buddhizmus gyakorlatában benne van, úgy hívják, hogy vadu. A hva az jelenség, vagy virág, vagy gondolat, a du pedig fej, vagy eredet. Tehát minden jelenség és gondolat eredete abban van, amire ez a kérdés irányul. Mi ez? És mi ezzel gyakorlunk? Van két más meditációs módszerünk is, de mi ezzel a kérdéssel gyakorlunk minden nap, hogy mi ez? Mi ez az ember? Mi ez a tudat? Vagy ha van valami problémád, akkor odarakod a tudatot tükre elé, és közvetlenül rátekintesz, mi ez?
És akkor ez a kérdés kinyitja a tudatod terét. Enged látni. Megmutatja az összefüggéseket. Megmutatja a megoldás útját. És ez csak fel kell tenni a kérdést, és merni kell látni. Egyszerű, világos, tagadhatatlan és mélységesen hatékony. Pont azért, mert egyszerű és nem összetett. Mert nem függ külső dolgoktól és emberektől. Csak tőled függ, és annyira egyszerű és annyira tiszta, hogy ennél már nem lehet jobban ugye, leegyszerűsíteni és letisztítani. Tedd fel a kérdést, mi ez? És engedd, hogy a tudatodban elkezdjen a tisztulás megindulni. Engedd, hogy ez az egész történjen. Engedd, hogy a kérdéseid mellé a válaszok megjelenjenek. És ennek van egy olyan képzése, amit a Kohan képzésnek mondunk, ott az intuíciódat ugye, teszteljük és tréningezzük. Egy jó páran ebben a csoportban most már keresztül mentek ilyen Kohan interjúkon, és nem csak, hogy jó egészségnek örvendenek, hanem az intuitív tudatuk az bizony elkezdett mélyülni. Amikor nem innen, diszkurzív gondolkodásból, logikából, analitikából dolgozol, hanem a tiszta, egységes, osztatlan tudatból. Úgyhogy én ezt javaslom. Tedd fel a kérdést, mi ez? És engedd, hogy a válasz megjelenjék. Ez időt vesz igénybe, néha a tudat egy kicsit pezseg és dobálja jobbra-balra az egészet. Mind a kérdést, mint a választ. De mindig tér vissza az eredeti kérdéshez, hogy mi ez. Ezt irányíthatod igazi önvalónkra, irányíthatod bármilyen karmára, irányíthatod bármilyen eseményre. Itt nincs különbség a relatív és az abszolút praxis működése között. Ugyanúgy működik mindegyik. Tehát akár mulandóra, tökéletlenre és függő dologra irányítod, vagy pedig mindent meghaladó módon igazi önvalónk, igazi énünk elérésére. Csak az egyiknél van tárgya a tudatnak, a másiknál nincs. De a gyakorlat maga ugyanaz. És ez a gyönyörű benne. Nem két világot kell élnünk. Nem két világot kell építenünk. Eredetileg ez a világ nincs abszolútra és relatívra szaggatva. A mi tudatunk tud erre szakadni. De ha így gyakorolsz, akkor nem kell szakadni. Egészben tudsz maradni, sőt, egyé tudsz válni. És ez a kincs. Ez az, ami önállóvá, együttérzővé és bölcsességgel bíróvá tehet. Hogy mersz látni, és ebből tanulsz, és ami nem kell, azt elfelejted, ami kell, arra emlékszel. Ezt senki más nem tudja szabályozni, csak te. Senki más nem gyakorolhatja, csak mi együtt. Tehát tedd fel a kérdést, mi ez? Okay. Ebből van a nagy hit, a nagy bátorság, mert feltetted a nagy kérdést. Ez egy nagyon nagy kérdés. És a tapasztalatból lesz a hit. Nem valami ideából, nem valami ráolvasásból, a tapasztalatból lesz a hit. És merd elviselni, merd vinni a tanulságokat. És ez a nagy bátorság. Utolsó kérdés, ha van. Nekem még lenne kicsit személyes, hogy te hogy látod, hogy a világ képes változni, mondtad, hogy lehetőség az van. A világ önmagában képtelen a változásra. Mi vagyunk képesek a változásra. Tehát ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy képes vagy a változásra, de mit mondasz? Igen. Akkor a világ is képes a változásra. Akkor én is képes vagyok a változásra. Úgyhogy szeretném megköszönni nektek is, házi gazdáinknak is a ma esti együttlétet, azt, hogy ismét a felszínre hozhattuk a dharmát, és egymás között megteremthettük a tudat látását és egységét. És szeretném, hogyha minél többször gyűlhetnénk egybe, akár szóbeli gyakorlatra, akár tettbeli gyakorlatra, és egyre tisztább tudattal, egyre minőségibb látással egy olyan világot építhetnénk, ahol egyre többen érhetnénk el a felébredést, és egyre többen szabadulhatnánk meg a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!